Jó estét, kedves nézőink! Önök az NX TV-d adását láthatják, melyben az ORL Liga múlt heti elmaradt futamát közvetítjük Barcelonából. Az időmérő eddig úgy alakult, hogy Orbán Péter indulhat a rajtpozícióból, őt követi Csete János. A második helyen, harmadik helyen Dénes Martin. Negyedik helyen rajtolhat el Guti Zoltán. Ötödik helyen Kormány István. Hatodik helyen Primus Abner, hetedik helyen Kastekter Dániel, a nyolcadik pozícióból fog tudni elrajtolni Kárász Rudolf, kilencedik helyről rajtolhat el, bár hátul az időmé, vagy a felvezető körön egy kisebb baleset van már, kilencedik helyen Balog Erik, tizedik helyen Berencsik Attila, tizenegyedik pozícióból rajtol el, ha minden jól megy, Berencsi Attila, itt már nekem kever egy kicsit a program. Igen, előtte van Bognár Kev, úgyhogy 11. Berencsi Attila, 12. pozícióba van jelen pillanatban Boró Krisztián, 13. helyen rajtolhat el Kis Levente, 14. helyen Brutolcki Gábor, 15. pozícióból Nagy Tibor, bocsánat, Bocskai, nem Nagy Tibi, 16. Györfi fog elrajtolni a boxból. Takács Ákos 17. szintén boxból rajtol. És Kis Csaba szintén boxból rajtolhat majd el. És 19. helyről Nagy Tibor. És most föl is értek a rajtrács, amire ezt nagy nehezen el tudtuk sorolni. Nézzük, hogy Orbán, Csete és Martin Dénes hogy kapják el ezt a rajtot. Lesz-e baleset vagy sem. Jelen pillanatban még mindig arra várunk, hogy a lámpák felkapcsoljanak. Ugye piros figyelmeztető lámpák. És felpörögnek a motorok, és el is rajtolnak. Orbán Péter jól kapja el a rajtot, Csete János már bukik egy helyet, és Dénes Martin jön fel a második helyre, hatalmas füstöt ereszt a kettes és a harmadik pozícióban, ugye Martin, Dénes és Csete János, de már Csetét meg is előzte csapattársa Primus Abner, úgyhogy az első három pozícióban annyi változás van, hogy Martin, Dénes a második helyre jött fel, és Orbán, vagy Primus Abner a harmadik helyre. Negyedik helyen jelen pillanatban Guti Zoltán harc talán nincs kialakulóban. És nézem gyorsan, hogy hátul történik-e valami, mondjuk kapcsoljunk hatodik helyre Kastekter Dániel autójába, és nézzük meg, hogy Bognár Kevét hogy próbálja megelőzni, ami meg is történik ebben a pillanatban, miért pont előtt. Ezt gyönyörűen megoldotta Dani. Keresek egy csatát, 15. helyen Balog Bognár Keve összeakadt Brutolcki Gáborral, és ők kinn a bukótérbe fekszenek, és pont előttük megy 11. helyen Nagy Tibi és 10. helyen Kis Levi. Nézzük ezt a csatát, ők ketten mire képesek, és Nagy Tibi igen egyszerű módon kifékezte Kis Levit a sikámba, és el is tudott menni, így a célegyenesre már 10. tud ráfordulni, és azért ő az utolsó helyekről rajtolt, és már Bognár Kevét fogja üldözőbe venni, de Kis Levi szélárnyékból próbálja Tibit visszatámadni, és meg is teszi, de elköveti azt a hibát, hogy ráteszi a rázókőre, így nem tud elmenni Tibi mellett. Kormány István a 8. helyen Csete Jánossal van harcban, és próbálja Csetét leelőzni. Ezt szerintem hamarosan meg is fogja tudni tenni. Nézzük Kormányt Csete ellen. Egyelőre Csete János tartja a pozícióját Kormánnyal szembe. Kormány megpróbálja kifékezni, de ez túl kevésnek bizonyul.
És nézzük Kormány István belső nézetből, a csete mögött, hogy próbálkozik, és most nagyon ráeresztette magát célárnyékból, ki is bújik gyönyörűen. Nincs az a veszély, hogy a boxból bárki kijön, nézzük ezt a féktávot. Sikerül megoldani a tükörben, ott a háttérben látható Csete János Mercedes-e. Könnyen megoldotta ezt. Nézzük akkor Nagy Tibort. Képen megelőzte Bognár Kevét. És így már a 9. pozícióban van. És akkor nézzük újra Csete Jánost. És Csete János hatalmas hibát elkövetett, kiütötte Kormány Istvánt, aki így visszacsúszik a 11. pozícióba. És Csete nem várta be Kormányt, ez egy elég nagy hiba. Nagy Tibor már a 7. pozícióban, és Rassekter Dániel csúszott ki a sikámba. És Tibi ráesik szinte. Daninak nem szokása ilyen hibát elkövetni, de most valamiért elkövette, és Kárász jön vissza a boxból. Dani közel van még Bocskai Tibihez, az 5. helyen. És Primus Abner nagyon közel van még Dénes Martinhoz, ugye a 4. helyen, és Dénes Martin a 3. helyen igen szorosan követi Guti Zoltánt. Kapcsoljunk akkor ide. Nézzük Primus szemszögéből ezt a 3-ast. És mind a nem tudom Primus hol jár, hirtelen kiment a pályáról, ugye egy másik aszfaltcsíkot használtak. Így Primus már a 3., és Dénes Martint üldözi. Én elmegyek hátra, ránézek Nagy Tibire. És Primus Abner megforgott a 3. helyen. És kapcsoljunk, és megelőzte Gutit, kapcsoljunk a 9. helyre. A Nagy Tibi, most már 8. helyre. A Nagy Tibi, Bognár Keve és Csete csatáztak egy hatalmasat. Bognár Keve a sikán előtt egy igen nagy féktávot próbált venni, ami, vagy igen rövid féktávot próbált venni, ami nem jött össze, és majdnem kiütötte Nagy Tibit és Csete Jánost. És Tibi már támadja Csetét a 7. helyen. És mindjárt el is fogunk tudni menni mellette, külső ívről próbálkozik Tibi. Ez lehet, hogy kevésnek bizonyul, és Tibi elköveti azt a hibát, hogy megpörög és beleesik a gumifalba. Itt még szerintem billentyű hiba volt. Nézzük Kormány István a 11. helyen, és Györfi követi őt a 12. helyen. És Györfi próbálja Kormányt megelőzni, és szerintem ez Györfinek sikerülni is fog. Vagy mégse. És már a 7. körben járunk, hát csata szám azért az van bőséggel, és Györfi megüti Kormány, de Györfi jön ki belőle rosszabb, és majdnem felülteti Rázókőre, de nagyon füstölteti a gumikat. Így túl is hevítette szerintem egy pillanat alatt. Ha kapcsoljunk a 10. helyre, Forró Krisztián és Brutocki Gábor hatalmas csatájára. És nézzük őket. Célegyenesben Forró Krisztián gyorsabb, mint Brutocki. Gyönyörűen el tud menni mellette, 340-es végtempója, és Brutocki kiüti Forró Krisztiánt. Hatalmas hiba. Jézus Isten. Menjünk tovább. 10. helyen Kormány István, Bognár Keve és Brutocki. Brutocki megint itt van. Nézzük Kormány Istvánt a 10. helyen. Rengetegen a pálya mellett, bukóterekben. Nézzük Kormány Bognárral szembe, el tud-e menni mellette itt az utolsó szektorba. Illetve a középső szektorba. Nem látom tisztán egyébként. És Kormány kifékezi Bognárt, és jobban tud kigyorsítani, el is ment így mellette, de Bognár elkövet megint egy... Lehet, hogy nem hibát, csak nekem belaggolt egy pillanatra.
Igen, egy minimális lag volt. Velem foglalkozunk. Nagy Tibi a balesetét követően nagyon visszaesett a 17. helyre, illetve a megpörgését követően. Mivel itt Berencsik Attila van. És nézzük a 10. és 9. helyek Györfit és Brutowski Gábort. Marussia és a Toro Rosso. Mire képes a két autó egymással szemben, melyikőjük a gyorsabb. Egyelőre Györfi gyorsabb, egyértelműen ő van előrébb, és nyúlik el szépen Brutowskitól. És nézzünk akkor hátra. 18. helyen Kárász Rudolf mutatott be egy piruettet. Egyébként 17. helyen Kassetter Dániel. 16. Berencsi Attila támadó pozícióban van Nagy Tibivel szembe. Nézzük ezt a csatát, hogy mi lesz ebből. Berencsi Bire Nagy Tibi tempójával. De nem. Tibi nyúlik el Berencsi Attilától. És Tibi megint hibázott. Rázok, ő megfogta az autót és be is húzta szó szerint az autót a sódrágyhoz. Hát Tibitől nem megszokott ez a hiba. Lehet, hogy a billentyűzetének volt problémája. Itt még biztos, ugye ez egy múlt heti adás elvileg, csak most van leadva. De ott lehet, hogy billentyű hibával kellett versenyeznie, és Berencsi szélárnyékából próbál kibújni, ezt meg is teszi, gyorsabb is az autója, 329 km-es végsebességet tudott kihozni a Merciből, ugye McLaren Mercedesből. Berencsi Attila egy helyjel hátrébb szorul. Csugorjunk akkor az elejére, nézzünk ott valamit, hát ha történik valami, de hát nagyon nincs semmi. Akkor kapcsoljunk Kislevire a 13. helyen, aki Boró Krisztiánt próbálja maga mögé utasítani, és ugye hát Attila feladta az éneket, majd kitalál helyette mást. Ugye ezt nem lehetett kihagyni. És nézi Kislevi szélárnyékból, tud-e valamit hozni? Egyelőre Kislevi nem tud gyorsabb lenni Boró Krisztiánnál. Nagyon sokat hibáznak a pilóták. Lehet, hogy a gumival vannak gondjaik. Na, úgy látom, Kislevi Levi kemény keveréken megy, míg előtte Boró Krisztián is kemény keverékkel megy. Azt hittem, ő lágyabb gumin van, de nem. És Kislevi hibázik, így Boró Krisztián el tud nyúlni tőle ismételten. Kapcsoljunk akkor a 11. helyre Balog Erikre, aki Brutowskit követi. Bármire ezt kimondom, hibázik Balog egy picit, és már le is szakadt Brutowski Gáborról. Viszont csata van a 8.-7. helyen Györfi és Bognár keve között. Bognár el tudott menni most Györfi mellett. Hát most már... Igen, de az előbb még Bognár a 9. volt. Most már 8. És Györfi hozzáér Bognárhoz és megpeckeli, így Bognár kicsúszik a pályáról. De Györfi hibázik, vagy szimplán csak bevárja Bognárt. Nem. Egyszerűen csak Györfi hibázott. Nem volt túl sportszerű Györfi részéről. Egyelőre Bognár próbálja Györfi lépését, tempóját felvenni. Néha gyorsabb, néha lassabb. Ilyen pici hibákat követel kanyarokba.
így mindig egy picit leszakad Györfiről. És egyelőre szétszakadni látszik a mezőny. Elmondunk egy helyezést. Hát... tudom, hogy lenne jobb. Elmondom így nagy vonalakban gyorsan, hogy mi hogy áll. Mi kis Csaba 19. helyről kiesett már. A 18. helyen van a Force India-val Kárász Rudolf. 17. helyen Tóra Rosszóval Belencsi Attila. 16. helyen Kastekter Dániel McLaren Mercedes színeiben. 15. helyen Orbán, ne, bocsánat, Nagy Tibor, szintén McLaren Mercedes-szel. Takács Ákos, hát ezt most így hirtelen nem tudom megmondani, melyik autó már. 14. helyen Takács Ákos. 13. helyen Balog Erik, kép jön ki a boxba. 12. helyen Kis Levente. 11. helyen Moró Krisztián. 10. helyen Rutóczki Gábor pálya széléről Evickél vissza. Na és egy csata. 9. helyen Csete János és Bognár Keve között. És hát mivel Bognár hibázott, így Csetének esélye nyílt arra, hogy elmenjen mellette. Folyamatosan hibáznak a pilóták, elég nagy hibákat követnek el. Ez egy finom kis leterelés volt Bognár Keve részéről Csetével szembe. Védte az ívet, és Csete is hibázott egy picit. Reméljük ez a csata így... Csete? Csata? Nem megy egy... ez így jel, fussba úgymond. A szélárnyak sokat segített Csetének, és Bognár hibázik egy picit, és megint hibázik. Ezt Csete gyönyörűen ki tudja használni ebben a nyújtott jobbosba. Már el is tudott menni mellette. Bognár próbálja a szélárnyékot kihasználva visszavenni a pozícióját Csetétől, de erre esélye sincsen szerintem. Mert már Csete nyúlik el tőle. Csete már nem csatázik egyelőre, de majd csatázni fog még Csete. De 7. helyen akkor továbbiakban Guti Zoltán. 6. helyen Györfi József, akit nagyon szorosan követ Guti, és lehet, hogy meg is fogja pillanatokon belül előzni. 5. helyen ugye a Merci másik színeiben Primus Abner. 4. helyen, most már 4., bocsánat, Primus Abner. 3. helyen Kormány István. 2. helyen Dénes Martin. És 1. helyen Orbán Péter. Hát az első négyesnek azért nincs olyan hű de nagy távolsága a másikkal szembe. Mindenkitől lehet látni ilyen icipici hibákat. Ugye láthatunk Primustól is, Kormánytól is, Martin Dénestől is, és Orbántól is. Amire ezt kimondom, pont a második helyről Dénes Martin kiáll a boxba. Az első box kiállását végre is hajtja a 14. körbe. Közben a háttérben 17. helyen Berencsik pörgött egy hatalmasat. 15. helyen Bognár Keve jön ki, és akkor nézzük a 3.-4. helyen a csatát. Primus és Kormány, ugye nem Orbán, Kormány. Hát ez a csata elúszott, Kormány kijött a boxba. Primus átveszi ideiglenesen a 3. pozíciót. Nézzük a végtempóját célárnyék nélkül mennyi. 332, és nézzük az 5.-6. helyen ezt a csatát, ami kialakulóban van. Guti és Györfi között. És
Guti gyorsabb, mint Györfi, de Györfi okosan bent tartja az autóját, hogy Guti ezt ne tudja kihasználni. Így megtartotta Györfi a pozícióját. Kíváncsian várom, hogy meddig tudja tartani, eddig tudta tartani. És Guti el is ment mellett, átment rajta, mint kés a vajon. Orbán az első helyről kijön a boxba. Nézzük meg ezt a box kiállást tőle. Elköveti azt a fehér vonalas hibát, vagy sem, de nem, tökéletesen megoldja. És Martin Dénes jön a háttérben. Ugye már látó távolságban, úgyhogy még első helyre vissza tudott jönni Orbán. Ez nagy szó, és hatalmas gumimelegítést láthatunk tőle. Úgyhogy Dénes Martin a háttérben már rá is esett szinte. Lehet köszönhető ez a gumimelegítésnek. És Dénes Martin támad. Nézzük, Orbán vissza tudja ezt tartani. Eddig vissza tökéletesen. Ennek az utolsó szektorban. Egy nagyon taktikus rész. Nagyon jól kell a féktávokat megfogni, hogy tempó előnyöd legyen a másikkal szemben, ez egy nehéz sikán, kigyorsítással, rázakővel a szélén könnyen megúszik az autó feneke. Célegyenes ráfordítva, ráfordulik a célegyenes, most Martin Dénes lesz előnyben szélárnyéknak köszönhetően. Abnernek, vagy Péternek ugye 334, Martinnak 339 a végtempó. És Dénes Martin elment Orbán Péter mellett, így Dénes Martin vezeti a futamot. És Orbán próbálja visszavenni ezt a pozíciót Dénestől. De nem egyszerű feladat ez, ha csak nem hibázik ugye Dénes Martin. Úgy Orbán Peti próbál lépést tartani vele. Maradjon itt a képünk, én elmegyek gyors körülnézek a háttérben. Történik-e valami? Maradjon itt a kamera az elején. Elmegyek körülnézni hátra. Hát ha találok valamit, de semmi érdemleges nincs egyelőre. Maradtunk ugye Orbán Péteren és Dénes Martinon. Hát ugye lekörözött lesz ugye Brutocki Gábor személyében. ...344 kilométeres végtempó szélárnyékban. Orbán részéről. És Brutocki hibázik, nagyon rossz helyen egyébként. Dénes Martin észnél volt. És ennek köszönhetően azért Orbán Péter ráközeledett Dénes Martinra, Marussia versenyzőjére. Hát igen, egy ilyet jó lenne nézni az élőbe is, egy Ferrari és Marussia csata. És nézzük, Orbán célárnyékból megpróbálja kifékezni ugye a fékponton. És Dénes Martin szüken fordul okosan. Orbánnak ez a lehetősége is elúszott. Megint szélárnyékozni fog Orbán Péter a célegyenesbe. Nagyon jó. Kibújik, nézzük a féktávot. Most sikerült Orbánnak. És hol van kormány? Orbán kormány csata ismételten. És nyúlik el Orbán Peti. Ó, ilyen mekkora hiba, elváltotta magát Orbán Péter. És így visszacsúszik a második helyre ismételten. És ez jót tett Dénes Martinnak. Jó fél szektornyi előnyt tudott így magának
szerezni. Nézzek egy kicsit körül hátul. Bognár Keve a 16. helyen próbálja Györfi Józsefet megelőzni. Ki a 15. Hát lehet, hogy ez a csata is eddig tartott, Bognár Keve hibázott. Na, de nem is, bocsánat, Dani a 15. Akkor az ott egy lekörözés lenne elvileg. Elnézést, a félrevezettem a nézőket. Így van. Kapcsoljunk Takács Ákosra és Nagy Tibire a 10.-9. pozícióba. Ők próbálkoznak egymással. Ugye Nagy Tibi van előrébb, és Takács Ákos támadja Nagy Tibit. Célárnyékból már próbálkozik, és ki is bujik, nézik a fékpontot. Takács kifékezi gyönyörűen Tibit, és Tibi elmegy a Rottenbiller utcába, és megpörgeti a McLarent nem először, és lehet, hogy nem is utoljára. Valószínű, hogy a billentyűra koncátlankodik neki, és beragad valamelyik billentyű. Már amennyit ezt ő nyomkodja, nem is csodálom. Kész elemgyárat kell tartani a kertbe, hogy bírja a billentyűzet neki energiával. Hát így jelenleg ez a helyzet a pályán. Akik esetleg lőtávolba lehetnek, az talán a 6. helytől visszafele, egy fölfelé, ugye 6., 5., 4., és mire kimondom, Bocskai Tibi el tudott menni, hát már hirtelen nem is tudom ki mellett, pont rákattintottam. Kuti Zoltán támadja Bocskait, és összeérnek egy picit. Jézus Isten. Kapcsoljunk akkor a 6. helyre, Csetére. És csatában van most éppen Kutival és Bocskai Tibivel. Csete csata. És Csete Paté lesz belőle mindjárt. Ez meg Kuti támadja Bocskai Tibit. Szélárnyékoznak. Ezt Csete is kihasználja, a dupla szélárnyékot. És megpróbálja kifékezni Bocskai Tibit. Ami nem egy egyszerű azért ezen a fékponton. De itt most belső íven van Csete. Nézzük, hogy el tud-e menni Bocskai mellett. Nem elég erőszakos Csete ehhez, hogy el tudjon menni mellette. De jön a célegyenes. Kihasználhatja a szélárnyékot. A szélárnyékból most ki is bújik. Nézzük a féktávot. Nem mert túl mélyet fékezni, így Bocskai tartja a pozícióját. Most megint közeledik Bocskaira. És nézzük, hogy továbbra is Csetet. Tud-e valamit kezdeni Bocskai kigyorsítási fölényével? A szélárnyék segít Csetének. A jobb a kigyorsítás a Bocskainak, de hozzáér Csete Bocskaihoz. És így még Primus is visszaveszi a körét. Vagy én nem is tudom, hogy elvette a körtődőt, nem tudom. Nem, 5. jött így föl. Átvett a pozíciót csapattársától. És Csete támadja Primus Abnert. Közben ugye Guti kiállt a 3. helyről boxba, Bocskai vette át a helyét, és Primus próbálja Bocskait megelőzni. Néha-néha összeérnek az autók egy picit. Ez talán belefér, és Primus kifékezi Bocskait, illetve jobban tud ebbe a kanyarba bemenni. Így Abner már a 3.
Vajon meddig? És háttérben ugye Bocska itt támadja, csete is. Ebből lesz egy csetepati. És Bocska itt támad a csete. A csete is hibázik, és Bocska is. Nem cserélnek pozíciót, és közben Berencsi Attila szerencsétlenkedett ott a háttérbe. Közben Brutócki és Kislevi csatázik hatalmasat a 13. és 12. helyen. Nagy Tibi jelenleg a 10. Közben Csete boxba jött. És Balog Erik a pálya mellett, elmegy mellette Bognár Keve. Átveszi a pozíciót, ugye Brutócki a 13. és Kislevi a 12. helyen csatároznak egymással. Próbálkozzák pozíciót nyerni. Nagy Tibi közeledik Takács Ákosra. Kapcsoljunk ide. Nagy csatának bizonyul a 10. pozícióba. Nagy Tibi és a 9. pozícióban lévő Takács Ákos között. És nézzük, hogy Nagy Tibi, hogy tud Takáccsal lépést tartani, vagy gyorsabb tud-e nála lenni. Jelenleg Nagy Tibi köre 1.11.073, Takács Ákosnak 1.12.115. A gyorsabb Tibi Takács Ákosnál. És jobban is kapja el a sikán Tibi, de nem tud kigyorsítani, Takács útban van. És megpróbálja a szélárnyékot kihasználni, illetve lehet, hogy Tibi arra is gondolt, hogy szélárnyékba marad inkább, és ő vegye el a pozíciót Takástól, mint hogy Takács. És elég érdekes momentumot láthattunk a két autó között, hirtelen nem tudom eldönteni, hogy mi történt. Valamelyik ők hibázott. Mert Takács Ákos érdekes kanyarmozdulatokat vét Nagy Tibivel szembe. Ennek olyan igen erős kiütés szaga van. Direkt, inkább így mondom, hogy direkt. Szóval lehet, hogy ő is, nem tudom, kormánnyal megy, ha jól látom. Lehet, hogy neki a kormánnyal a koncátlankodik, nem tudom. De érdekes momentum volt, és Takács Ákost kiüti Martin Dénes. Mekkorát esett a jó ég. Az aszfaltba besüllyedve ott állt a Takács Ákos autója a 11. pozícióba. És hát kiütötte, mint a muszáj lett volna. Na és így hát Tibi a 9. Se előtte, se mögötte, közelben senki. Lambrutto, Bocskai a 7. helyen és Kuti Zoltán a 6. helyen. Ők szolgáltathatnak egy kis műsort. Látott valaki keresztbe a pályán, de sajnos nem láttam, hogy ki volt. Mutassuk akkor 12. és 13. helyen Balog Eriket és Bognár Kevét. Balog van szélárnyékba, ez neki előny lehet. De lehet, hogy nem elég. Hát nem elég sajnos.
próbálkozik szélárnyékba maradni, és a lehetőséget megfogni, hogy elmenjen Bognár Keve mellett. Bognár hibázik, így Balog el tud menni Bognár mellett. Ez a csata is eddig tartott. Takács Ákos a boxban, most jött be. A 11. helyen. És már jön is kifelé. És nem nyomja meg a kipő a box utca limitet. És át is lépi a fehér vonalat. Elérzésem van, mintha várna valakit a pályán. 11. helyen Takács Ákos szerencsétlenkedik elég durván. Na várjunk, akkor nézzük csak ezt, hogy Takács Ákos mit csinál a pályán. Mindenki megy el mellette. Majdnem Csete ütötte ki egy pillanatra. Elfékezte Csete ezt a kanyart. És a Takács nem nyomja. 120-130-al közlekedik a pályán. Fel egy olyan nézésem, hogy ő vár valakit a pályán. Igen. Maradok itt Takács Ákoson, a nézők addig Nagy Tibit láthatják. Gyanú szerint Takács Ákos őt várja. Bár nem hiszem, hogy Tibi olyan hibát követett volna el, amiért Takácsnak meg kéne várja. Hát lehet, hogy egy félreértés van kettejük között, és Takács ezt akarja rövidre zárni. Egyszerűen nem megy teljes gázzal ebből az autóval Takács. És megjött Nagy Tibi. Itt van a háttérben, közeledik Nagy Tibi Takács Ákosra. Hát erre most kíváncsi leszek erre a jelenetre, hogy mi fog történni. Ugye Takács szerintem őt várja. Tibi óvatos a háttérben. És Nagy Tibi már el is mehet Takács mellett pillanatokon belül. Most viszont úgy érzem, hogy Takács rálépett a gázra egy pillanatra. És hát Takács ott tartott az autóját az íven, illetve a saját ívén. És ugye ő lekörözött. Ráadásul. És nézzük, Nagy Tibi hol van megint. Jön már vissza, itt van megint újra Takács Ákos mögött. Na hát ez nagyon kíváncsi jelenet. Ő lesz az új bosszúálló, Takács Ákos. Hát ez, erre most nagyon kíváncsi vagyok, megmondom őszintén a nézőknek, azért is mutattatom ezt a képet. Nagyon furcsa jelenetnek lehetnek tanulni. Mert ezt utána. Nagy Tibi szintén újra ott van Takács mögött, és próbál balról jobbról elmenni, de Takács rövidre zárja ezeket az íveket, pedig lekörözött Takács. És csak-csak betart Nagy Tibinek. És Nagy Tibi nem kímélte úgymond Takácsnak az ellenszenves viselkedését, hiába tartott ott az autóját. Tibi nyugodt szívvel, gázadással tovább halad. És Nagy Tibinek egyébként gondjai akadnak, úgy látom. És Takács Ákos, nézzék csak! És Takács Ákos jön a háttérben. Orbán is jön ki a boxban. Na ez egy nagyon érdekes momentum lesz. Takács biztos, hogy készül valamire Tibi ellen a pályán. És simán megüti, kiüti Takács, próbálta legalábbis kiütni Nagy Tibit a boxba. Ez nem jött neki azért annyira össze.
Hát ez egy nem sportszerű magatartás, amit Takács itt bemutat. És még ott Orbánnak is betartott, Orbán felrepült a levegőbe. És hát itt elindult egy harc Takács és Nagy Tibi között. És szerintem Nagy Tibi föl is adja így a versenyt, így van. És hozzáteszem, hogy tudomásom szerint azóta, mióta ez az ominózus eset megtörtént, Takács Ákos már nem szerepel az ORL ligában magatartását követően, amit meg is értek, az ilyeneket ki kell zárni, sőt az ilyennek ilyen viselkedésmóddal lehet, hogy máshol sincs keresni valója. Ezt nem mi döntjük el, de a ligavezetők figyelmébe ajánlom ezt a nevet, hogy Takács Ákos. Ezt jegyezzék meg, hogy esetleg ők ne kerüljenek egy ilyen rossz helyzetbe, illetve a ligájuk, hogy ott ne történjen meg ez az eset. Úgyhogy a dislike-ot is köszönjük Takács Ákosnak előre. Hát ez biztos, hogy ezt meg fogom kapni, de nem is érdekes ez a része. Na kapcsoljunk akkor 12. helyre Bognár Kevére. És Boró Krisztiánt üti meg. Jaj, az is lekörözött pilóta, nem figyelnek a lekörözöttek. 11. helyen Brutócki Gábor. Jaj, össze-vissza van most mindenki, sajnos itt felkavarták a vizet úgy rendesen ezek a lekörözöttek. Csete János a 4. helyen támadja Kormány Istvánt. És próbál elmenni melletti, és Kormány hibázik. 32. körben járunk. Sajnos nem tudom hány kör van még vissza. Na még egy olyan 15-17 kör lehet vissza talán. Most járunk a 33-ba, felén már túl vagyunk, az biztos. És 4.-5. helyen Kormány és Bocskai csatáznak. Nézzük, hogy Kormány tud-e kezdeni valamit Bocskaival, pedig gyorsabbnak tűnik Kormány, mint Bocskai. És Bocskainak villog a hátsó lámpája. Ilyen box szaga van, de szerintem nem fog boxba jönni. És Csete megint hibázott, megpörgött. Nézzük a Force Indiás Kormányt, mit tud kezdeni. Közben, ha jól láttam, ott még egy Merci égett. Nem tudom, jól láttam-e. Ugye megkeresem gyorsan. Így van, Primus Abner autója leégett. Úgy, mint a tegnapi adásunkban is. 9. helyen. Ezt láthatjuk, hogy Merci mellékvágányon csücsül. Úgyhogy két hétvégén egymás után tudott nullázni Abner. Ez egy nagyon rossz szezonbéli helyzet, közben Takács Ákos nem viszi el az autóját a célegyenes végi bukótérből, ami így zavarja a pilótákat, hogy a sárga zászlót kapnak ez miatt. Bizonyos csatákat nem lehet végrehajtani. Ugye elvileg az első szektorban van sárga zászló. Ez elég bosszantó lehet a pilótáknak. Na és Kormány el tudott menni Bocskai mellett, 3.-4. helyen. És Bocskai próbálja tempót felvenni Kormánnyal. Esélye sincs rá szerintem. Hibáznak a sikámban nagyon sokan. Talán a 10. helyen Bognár Keve és Brutócki Gábor eszmecsere folyik, és Brutóckit megüti Bognár, és ismételten, hát itt is megy a pofonosztás. Az egyik üti a másik állja. És Bognár húzza rövidebben, saját hibájának köszönhetően. Ez a csata is odaveszett. Csata jön ki a boxból a 7. helyen. Na és Bocskai Tibi próbálja újból Kormányt.
megelőzni, és nagyon közel vannak együtt, négyedik és a harmadik helyen. Ez a kormány tudja tartani bocskait. Hány körig bírja ezt a nyomást elviselni. Eddig jól bírja. És nem segít a szélárnyék se. 345, 46, 47 Bocskai Tibor végsebessége kormány mögött. Majdnem 350. Az nagyon nagy végtempó. Kimagaslóan magas is. Hatalmas lag. Az Abner volt. Remélem. Közben elnézést az operatőrömmel beszélek. És kormány tartja egyelőre bocskait. Nézzünk körül. Ó, Orbán Péter a második helyen. Nagyon közel van Dénes Martinhoz. Lőtávolba is lehet. A Martin esetleg hibázik egyet. Nézzük őket is egy kicsit. A 37. körben járunk. Orbán még egy 8-10 kör lehet hátra. Van mondjuk akkor 8-10 köre Orbánnak arra, hogy Dénes Martintól elvegye az első helyet. És úgy látom, egyre közelebb kerül hozzá. Az előző körben Orbán 1.10.6-ot ment, míg Dénes Martin 1.10.8-at, most ment Martin 1.10.9-et. Míg Orbán Péter szintén 1.10.9-et, egy időt futottak körülbelül. És nem tud Orbán közeledni most jelen pillanatban. Hát egyedül ők szolgáltatnak izgalmat. Hát ha Orbánnak sikerül. Lehet, hogy 10-14 kör van még vissza, lehet, hogy én számoltam rosszul. Közben Martin elé jön vissza valaki a boxból. Kuti Zoltán. Ez jó lehet Dénes Martin számára, ugye szélárnyékot okozván. És el is tud menni Dénes Martin Kuti mellett. És nézzük, hogy Orbán elengedi el, mert Kuti hibázott. Nem okozott gondot neki. És ugye hát aki a lekörőzött személy mellett el tudtak menni, ugye a Dénes Martinék. Azt hittem, hogy az Orbánnak egy picit segítség lesz, de nem. És nézzük megint, itt megint a sikán előtt nagyon ráközeledik Martin Dénesre Orbán Péter. Nézzük akkor ezt a köridőt mennyi lesz. Orbántól 1.10.6, míg Martin Dénes 1.11.2. Ott már van egy tetemes különbség. Majdnem 5 tized. Elég lehet-e vajon Orbánnak ez az idő még, ami hátra van?
Lehet, hogy nem fog vele bírni. És megint gyorsabbnak tűnik Orbán Peti Martinnál. És itt az utolsó szektor kezdeténél Orbán nagyon ráesik Martinra. Martin nagyon lassú itt az utolsó szektorba. Szintre másfél-két tizedre megközelíti, sőt itt már szinte összeér a két autó. Na, kíváncsi leszek erre a körre is. Ez szélárnyékban marad Orbán Peti. Kár volt ilyen korán kibújni, 1.17 hetet ment Orbán. 1.19.0-át ment Dénes Martin. Na és most újra támadó felület. Orbán kifékezője, nem? Berencsi Attila elszállt itt a kanyarba. Lehet Martin Dénes autóján a gumik elkoptak. És nem tud elmenni eddig még Orbán mellette. De ez Martinnak hátrány. Látványos hátrány. Csete kászálódik vissza a pályáról, vagy én nem is tudom, mit csinál szerencsétlen. Másik pályát használ. És megint a célegyenes ráfordító jobb, és Martin kijön, Orbán nem, mert lehet Orbánnak követnie kellett volna Dénes Martint egyébként. Most Orbán az első 42. körben, egy 11.3-as idővel. Nézzük hátul, mi folyik. 11. helyen Balog Erik és Bognár Keve keveredtek ismételten egy kis szerelembe a pályán. És Balog gyorsabbnak tűnik, mint Bognár. De nem tudja kifékezni. És hibázik is Balog a kigyorsításon. Hát ez a csata is elszállt. Na és az ötödik helyen Györfi József támadja Bocskai Tibit, aki támadja kormányt. És Bocskai nagyon közel van Kormány Istvánhoz. És őket azért nem olyan túl messze, Györfi is követi, talán 3 tized. Három pilóta szerintem 7 tizeden belül van. Brutocki hibázott az előtérben, mint lekörözött. Nézzük, hogy előzékeny lesz-e és eláll az útból, igen. Szépen elállt. Na, ez egy jó kis csata itt hármójuk között. A legrosszabb helyzetből talán Bocskai van. Ő előznie, és hát előzni szeretne, de ott van a háttérben ugye egy támadó is. Györfi személyében. Na nézzük, Bocskai szélárnyékból tud-e kezdeni valamit. 330, 340. 330. Talán volt, az volt a vége. A kormány jól tartja maga mögött Bocskait. Bocskai feleslegesen rángatja az autóját. Ez Györfinek jól jön. Új és Bocskai elkapta a fűszélét. Éppen, hogy megfogta az autót és nem pörgött be, ez viszont jól jött Györfinek. És el tudott menni Györfi mellette, aki most rögtön kormányt vette Golcső alá. És megpróbálja megelőzni hamarosan, és azt szerintem a cél egyenes. Benn meg is történhet.
Csak az a lényeg, hogy közel kell maradni a sikánnál a kormányhoz, hogy a szélárnyék meglegyen. Viszont az jó, hogy jöhet Bocskainak is. De jó, jön még kormánynak talán Balog is. Lekérdezett. Hát talán nem. A Györfi szélárnyék. Györfinek az autója 330-nál leszabályoz. Nem tud mit csinálni Györfi kormánnyal. Nem elég neki ez a tempó fölény. A kanyarokban. És még hibázik is. Bocskai visszavette a negyedik helyet tőle. Hát ők elcsatároznak. Pici hiba azért mindegyik pilótától látható. Azért nem könnyű feladat egy órán keresztül versenytempóban maradni. És igyekezni a többiekkel. Most Györfi megint Bocskaihoz nagyon-nagyon közel van. És jól kapja el a kigyorsítást is, Györfi jól lehet a szélárnyék. És már húzza magát szélárnyékkal. Ugye Bocskai lesz, ja nem, Györfi az, aki leszalomálja, ez így van. Hát ez Tibinek nagy mencsvár lehetett. Györfi autója 330-nál leszabályoz. És nem tudott elmenni Bocskai mellett. Bár a kanyarokban viszont gyorsabb, mint Bocskai Tibi. És ez kormánynak jól jöhet. Megint elfoglalták egymást Györfiék. Közben ott egy lekörözött csete. Nagyon kellemetlen helyen tartózkodik. Na szépen elengedi a hármasukat. És most közéjük keveredett Bognár Keve, aki viszont föltartotta Bocskait. És így be tudta támadni egy pillanatra Györfi. Azt hittem most Györfinek tart be majd Bocskai, vagy... lekörözött volt Bognár. Most Györfi megint szélárnyék, de tudjuk, hogy 3.30-nál leszabályoz. Nem lesz elég. Bocskainak 336 a végtempója. Közben Berencsi Attila jön vissza a pályára. Orbán még mindig az első. Lehet, hogy ő már nem jön ki többet boxba. Még talán 4 körünk lehet vissza. És elég sok a kiesőnk sajnos. És maradjunk hát Bocskai ékon. Györfi is jól tartja maga mögött Bocskait. És figyel kormányra is, hogy ne tudjon ellógni. Úgy de nehéz lett Bocskainak, hogy nem tud 3.30-nál többet menni. Csak a kanyargós részen van esélye támadni Györfit. Ez bosszantó lehet számára. Györfi támad. Negyedik helyen ugye. Próbálja a harmadik helyen lévő kormányra ráerőszakolni magát. És jól is jön neki eddig ez. Most nagyon közel marad és hibázik Györfi. Pont a sikán előtt. A
mocskai leszakad róluk. És nagyon jól fölhúzza magát kormányra. És éppen, hogy összeér néha az autó egy pillanatra. Kettejük között. És Györfi betámad oldalról és megérinti kormányt. Illetve neki megy pontosabban. És elmegy így kormány mellett, ami nem volt túl tiszta előzés részéről. És hibázik is. Újra egy kormány szélárnyékban van. A kormány szerintem el is fog tudni menni Györfi mellett. Így van már kis vég szélárnyékból, de nem elég a végtempója a kormánynak se, de ő van jobb íven. Okosan rövidet próbál fékezni, és ez sikerül is kormány, neki vissza is vette azt a harmadik pozíciót, ugye a dobogót. Most megint Györfi van előnybe. Hát ők el vannak, Györfi, megint. A kormány is mondjuk egy picit oda tette az autóját. Hát, szerintem kapcsoljunk az első helyre Orbán Péterre. Nézzük meg, mert Kormány István driftel vagy nem tudom mit csinál. Célegyenes ráfordítóban szerencsétlenkedett ott egy kicsit. És Orbán Péter úgy látom megnyerte ezt a versenyt. Így van. Orbán Péter az első. Dénes Martin lesz a második, ha nem történik vele semmi, most van az utolsó szektorban. Sikán előtt most fordul rá sikánra. Jön a célegyenes. Így van, Dénes Martin lesz a harmadik. Második, bocsánat. Harmadik helyen fog majd befutni. Ha minden jól megy, Györfi József. Ott van még Bocskai is mögötte. Meg ne írjuk le ezt a csatát. Nézzük, Györfi tudja tartani még a pozíciót. Bocskai tágít egy kicsit az úton, úgymond szélesít. Így van. Györfi a harmadik. Nem, bocsánat. Már elvesztettem a fonalat tényleg. Negyedik lett Györfi, ugye harmadik lett akkor Bocskai, ugye ötödik lett Kormány. Nem, ötödik lett Kormány István. Akkor ötödik lett Györfi. Kuti Zoltán hatodik. Hetedik lett Boró Krisztián. 8. Csete János. 9. Bognár Keve. 10. Brutócki Gábor. 11. Balog Erik. Berencsi Attila 12. Prémusz kiesett 13. Nagy Tibi szintén kiesett 14. Takács Ákos 15 szintén kiesett. Kassekher Dániel 16. szintén kiesett.
Kárász Rudolf 17. szintén kieső. Kis Csaba 18. szintén kieső. És ezzel zárult ugye az URL barcelonai futama. Hát láthattunk érdekes pillanatokat, jeleneteket. Úgyhogy erről a versenyről most így nagy vonalakban ennyit. Köszönjük a ma esti figyelmet. Jó magam, Varga István voltam, operatőr, mint mindig, Létei Attila Zsolt. És szombaton este 8 órakor DTM Szuperligával találkozhatnak velünk élőben. Sziasztok!